Sziasztok, ez itt újra a formában rovat, ezúttal az olasz nagydíj versenyt fogjuk kivesézni, itt van Peti újra, hello! Sziasztok, szép estét mindenkinek! Egy elég jó verseny lett, bár azért láttam már izgalmasabbat is néha. Itt inkább a taktika, gumikezelés volt az, ami igazán előre vitte az eseményeket, ha úgy nézzük, de azért voltak előzések is itt-ott. Már én kicsit többet vártam volna előzés szempontjából, nem te hogy vagy vele. A pályát mennyire szereted, mert én amúgy szeretem, de valahogy most azért nem éreztem azt a durva száguldó erőt, mint eddig néha, érdekes volt. Volt azért, és ez a pályának ez a különlegessége alapvetően, ugye nevezik a sebesség tempomának is a Forma 1-es versenynaptár leggyorsabb pályája. Itt a nyers motorerő számít elsősorban, meg hát persze úgy kell beállítani, hogy az autót, hogy minél kisebb leszorító erő legyen, szóval minél kisebb szárnyakkal menjenek az autók. Tehát valószínűleg ebből a szempontból azt kell mondjam, hogy a legegyszerűbb verseny is, hiszen idézőben csak száguldani kell. Ezt mondta az Alonso is, hogy A fizikailag pálya is a minden nyomvonal egyszerű. szempontjából a legkevésbé megterhelő, most mondta Igen, igen. Colapetolo, vagy hol a francok hívják az új srácot, Franco Colapinto az új debütáns, igen. Szóval azt kell mondjam, hogy ez a pálya viszonylag egyszerű, sőt a legegyszerűbb, sőt azt kell mondanom, hogy a versenyzők ezekben hosszú egyenesekben akármilyen paradox ezt mondani, de pihennek gyakorlatilag, tehát nem lehet más mondani, ezért is helytálló ez, amit Alonso mondott. Tehát összehasonlítva mondjuk egy Monaco-val vagy egy Szingapúrral, tehát ég és föld különbség. Meg hát ugye, ami De hát közben álltok mondjuk... párasabb volt, azt mondjuk mondták, de... Azt nem tudom, de ami ezt a versenyt ugye mindig is különlegessé teszi, az ugye a gyakorlatilag kultikusnak mondható, hogy szurkolótábor ugye a Hát az tifózi, egész, szóval... Most is amely mi ugye volt? hát igen, ami ugye hát most volt is oka örömre, ugye? Meglepetés És örömre. Igazából igen, ez az hát ott. meglepetés vagy nem meglepetés, ezt egyre nem tudnám így elmondani, de azért a Ferrari az utóbbi futamokon egyértelműen fejlődött. Igen, hozott is fejlesztéseket. Bevetettek egy új padlódemezt is, igen, ami ugye elsősorban a pattogás hivatott volt csökkenteni, de azt gondolom, hogy valószínűleg az abroncs kezelésükre is jótékony hatással volt. Na, Ami valószínűleg igen. ugye döntő faktor volt abban, ami végül Leclerc hozzásegítette a győzelemhez, hogy az autó nagyon kíméletesen bánt az abroncsokkal, Leclerc is jól bánt az abroncsokkal, tehát ez egy döntő faktor volt a merész Szerintem pár taktikájuk egy-két kör is, mellett azt nem is. bírta volna ki a nagy valószínűség szerint. Hát azért nagyon konstansan gyors volt a tempója, azt lehetett látni, úgyhogy azért nem gondolom, azért nem gondolom, hogy a szakadék szélén volt már az abroncs, szerintem még egy-két kör még simán benne volt, én azt gondolom, hogy a tempója alapján Igaz, igaz. elsősorban. Tehát nem, Szépen nem, lassan csökkent a ami tempó. érdekes volt számomra, hogy Sainz, aki az frissebb abroncsokon volt, érdekes módon lassabb volt, mint De én Leclerc. általában őt szokták jó gumikezelőnek mondani a Hát Perez figyelj, mellett, szóval. igazából most lehet, hogy beállítás, ugye hát most ugye azt is Igaz, számítások venni, hogy Sainz ugye távozik a csapattól, ez tehát nem igaz. feltétlenül az ő szája íze szerint formálják az autót most már. Tehát ez valószínűleg ez is benne van. Meg, úgyhogy azt gondolom, bár ugye a lelkesedésben biztos nála se volt hiány, mert azért akart volna egy utolsó Ferrari-olasz futamán, akart volna egy nagyot dobni, ez ugye hát részben jött csak be, tehát a dobogóra nem volt esélye. Igen, de voltak szakaszok, amikor ő is egész jól ment egyébként. Jól ment végig, alapvetően nem ment rosszul, de azért a McLareneket azért nem nagyon tudta sokáig feltartóztatni a végén, és ugye hát egyértelműen elmaradt Leclerctől a tempója is, meg az abroncs kezelése is, de hát ez beállításoktól is függhet, hogy ő hogyan állítja be az autót. De mint mondtam, azért ő már valószínűleg nem kap meg olyan adatokat, meg néhány dolgot, mint amit Leclerc ugye egyértelműen Hát igen, megkap. de hát jó. Na most kicsit menjünk vissza így a végére, hát a Stroll az utolsó lett, azt nem is tudom, figyelted, én is csak most figyeltem, vagy vettem észre. Hát megint nem ment, és háromszor állt ki egyedüliként, úgyhogy
De azért is, mert volt vele valami kocs, nem? Ha jól emlékszem, valami volt vele. Mondta is az a... Hú, ki is a Piastri, hogy Piastri mondta, hogy úgy úgy ment, vezet, mint mint egy a kezdő, gokártba. mint egy kezdő gokartos, tegyük Igen, azt, de igen, kezdő igen, gokartos úgy igen. vezet. Hát figyelj, őszintén szólni, azt nem nagyon figyeltem, de Én elképzelhető is most vettem azért. észre. Annyira eltűnt. Tsunoda kiesett, ugye? De amúgy se Tsunoda volt jó egész mutató. a hétvégén, és a Ricardo megint jó volt, ugye szerintem Ricardónak esélyes a Hát, harmadásra, lassan-lassan. hogy micsoda? Mondom, esélyes, hogy akár marad Ricardo, mert most Jaj, már a hogy harmadik marad, futam értem. óta, Nem, hát, nem, harmadik futam hát óta jó, jó hát figyelj, közben. most nem tudom, én nem gondolom akkor se, tehát szerintem nem hiszem, Vagy lazan, ugye, hát ez a kérdés. hogy maradni fog. Nem hiszem, hogy maradni fog ő, bár ezt nem is fogjuk eldönteni, de sokkal inkább fiataloknak kéne egy helyet adni, ugye? Mert Ricardo ugye Forma 1-es mércével már elég öreg. Igen, hát mennyi ma? 30, 30, valamennyi. 34, azt hiszem. 34, ja. 34 éves, ugyan, mint Perez, meg mint Bottas is. Tehát... Na, a Bottas, én nem tudom, most mondják a pletykák, hogy megtartanák, én több okból, nem csak az időskora miatt nem tartanám meg, hanem mert gyenge, tehát Le... Hát nem tudom. Még nincs lehet, benne elképzelhető, hogy maradni lelkesedés, fog. már csak ilyen, olyan, mint a Kimi utolsó pár éve néha, tehát már nem tudom, nekem valahogy nagyon nem. Hát Vagy függő azért, fiatalat, de hát vagy ez az akár a... De... minket ugye berakhatnám, akkor totál német csapat lenne, de hát... Na, hát figyelj, nem, én nem tudom, de nem Vagy hiszem, egy mikre, fiatal, nem csak áll, én mi a az a gond ezek az új fiatalokkal, hogy kidőt. most már mindenkit beraknak ilyen 18 éveseket, az biztos vagyok benne, hogy a fele az lehet, hogy kuka lesz, tehát láthattuk ezt már korábban néha, úgyhogy... Hát itt van Antonelli, ugye? Ugye? Hát azt Jó, mondom, de hát hát... azért Antonelli azért jó, az adatok mélyre nézve, olvastam olyat, hogy nagyon bátran nyomta. Hát azt Tehát mondom, igen, mondták, hogy nem volt lassú, de hát az egy nagyon, szabályozáson igen, ilyet gyors volt, hibázni, igen, na és mindegy. figyelj, igen, csak hogy van egy örökérvényű szabály a Forma 1-ben olyan is, hogy egy gyors pilótát jobban tudsz, hogy mondjam, tehát ha egy eleve gyors Tolerálod. pilótából jobban tudsz jó pilótát faradni, úgy tudom, hogy fegyelmezettebbet, de egy biztonságosan közlekedő, ám de lassú pilótából nem lesz soha Hát ez igaz, igaz. élversenyző. Jó, de hogyha az Tehát a ezt pilóta a láthattuk. legszarabb autóban van, legyen akárki, akkor mondjuk nem lesz gyorsabb, érted? Hát... Nem, de az életet látni, és mondjuk visszatérve Nagyon jó pont kocsiba volt, a Bottasra. Merci-vel volt. Igen, de visszatérve pont Bottas, ez a mostani Sauber, az egy egész egyszerűen, ez Hát egyszerűen ez egy pusztulat, föltelmes. tehát. Hát nem is tudom, hogy a Minardi szín majdnem lassan. Pont, hát figyelj, nem majdnem, hanem pontosan, hiszen annak idején pont ugye a Minardi volt az állandó sereghajtó a Forma 1, ugye a 2000-es évek elején, ugye, és hát most pont ugye ez a szerepet tölti be Azt a mondják, hogy Sauber, az tehát. Audi nem adjuk, már ilyen is lesz, lehet. Lehet. Van rá esély is, és én megkockáztatom, hogy ebből, hogy történelmesen másodszorra 2014-ben volt utána, hogy nem szereztek pontot egész évben. Hát még a szerencséjük lesz, esetleg még az egy 8 futam még van. Ki tudja Na még. van, de figyelj, egyszerűen annyira le vannak maradva, meg gyakorlatilag minden pályán versenyképtelnek, Az bármilyen igaz, nagyon gyengék. legyen is az. Most volt két nagyon különböző helyszín, A szövékenyek. azért Zandvoort, meg Monza, két nagyon különböző Igen. helyszín is, hát eléggé gyatrán szerepeltek Zandvoortban is. Hülkenberg lepett meg, hogy ugye két kiállásra a 17. lett, de azt hiszem ő is belement valami csetepatébe. Őt Ugye megbüntették, mert meg is büntették, igen. volt egy hibája egy előzés közben, azt hiszem, Most amit valami egyértelműen ő szabály nézett ellen be. büntését, hát te. Egyértelműen ő nézett be, hát figyelj, most ilyen előfordul, tehát Persze. benne van az ilyen, akármilyen tapasztalt, Azt mondta meg egyébként, jó de hogy nem pilóta. büntették volna, sokan mondták, hogy ők ezt a helyzetet nem büntették volna. Hát azért szerintem, nem tudom én, azért Versenyzőtársa. szerintem, igen, de egyértelműen ő túl optimista manővert vállalt be, tehát Vagy a Gasly, azt hiszem a ő. Gasly mondta konkrétan, de... Az a Magnussen-es Én eset nem volt, hogy az azt most mondta, összekövertem, akkor azt Magnussenre mondta, hogy őt nem hogy igen, büntették volna. hogy majd Magnussen-re is térjünk ki, hogy milyen történelmi mérföldkőz érkezett. Büntetéssel is szerzett egy pontot, arra gondolsz, hogy mire? Nehogy is arra, hogy 12 év után ő az első, akit eltiltanak, Ja, miután az igen. összegyűjtött 12 büntetőpontot. És ennek ére sokan dicsérik, hogy milyen jó. Meg ugye mondták sokan, hogy a Sumi nem verte, amikor utolsó félben már elverte.
újoncként, de szóval nem mondanám egy jó pilótának, meg ő is esik kell, Monaco, stb. Azért még most is, én nem mondanám egy jó pilóta, nem baj, hogyha ő nem lesz Hát jó, de... figyelj, én inkább azért figyelj, az ide, de azért nem is rossz, tehát ilyen, azért nem is rossz Hát, pilóta jó, azért na, már olyan, mint most Bottas szerintem. volt annó Mercia, jó napja volt, vagy kedvenc pályán nyert? Ha nem, akkor... Ennyi. Hát azért, Még azért szerintem Bottas mondjuk Bottas nála egy jobb kicsit szerintem. azért fokkal jobb volt azért Igen, azt szerintem, tudom, mert hogy Kimi az jobb volt, de... azért ő tudott nagyon jó dolgokat is művelni annak idején a Mercivel, Na igaz, voltak jó pillanatai, azt mondom. tehát nem hisz, tehát Tehát azért összességében jobb az pilótának tartom Magnussen, de igen. persze, igen, azt mondom, Mondjuk meg igen. tudtam mutatni magát persze nagyon jó kocsival is, de jó. Bottas az különben, én nekem egészen pontosan valahogy olyan pilótán tűnik, mint annak idején Barrichello volt. Egyébként igen, a stílus, minden. Nem szó, Hát nagy így a szó második számú szájtján. pilóta meg. De humorizál, hogy Barikalos ez néha humorizál, szóval nagyon hasonló ki minden szempontból. Hát nem az inkább a versenyzési tudásuk alapján Ja, mondtam hogy most, hogy ebben, ja, hasonlóak. abban is, igen. Hogy meg ugye, hogy Bottas szinte pont azt szerepet töltötte be, mint annak, bárki a Ferrari-nál, tehát. Fáj, és így eltítják majd most szem kiért a helyére. Olyan, mert most akkor attól még berakhatnak valakit, nem? Hát ő Berman valószínűleg. Berman, bocsánat, Berman, igen, Berman, igen, a medvember, igen, Berman. Ja. Ja, ez jó lesz. Valószínűleg Jövőre ő ő. lesz pont ott, így a házban, nem? Igen, Ja, úgyhogy az jó is ezért akkor valószínűleg neki, jó kis ő fogja felkészülés. helyettesíteni. Kíváncsiak most is jó szerepel, ha már gyengébb kocsi azért, mint a Ferrari volt, de... Hát, igen. De ha jó a Ferrari, akkor általában azért a hasonló rossz, és most sem volt azért annyira rossz egyébként, mint mondjuk utóbbi pár futamon. Úgyhogy látod, hogy a büntetése ugyan éppen, hogy de meg lett az egy pont, úgyhogy hogy Alonso másfél tizedre volt el. Ja, szóval mégis nem ment most olyan rosszul. Gasly ugye 15-ik lett, az Ocon 14, az Alpine nagy csalódása, mostában inkább meglepetéseik voltak néha, most megint visszaestek. Valószínűleg azért, mert ott sokan, nagyon most az olasz nagyira valami, nem is tudom, 6-7 csapat jött fejlesztésekkel, vagy lehet, hogy keveset is mondtam. Nagyon sokan is, lehet, hogy leelőzték őket szerintem. Az olasz nagydíj az azért speciális, mert elég sok csapat így külön konfigurációt épít magára az olasz nagydíjra, mert annyira egyedi Annyira helyszín. egyedi, igen. Tehát olyan direkt erre a verseny készült szárnyakkal, mert itt annyira más, tehát ez összehasonlított, hogy még a belga futammal se feltétlenül, tehát Az igaz. Na Colapintot is akkor dicsérjük, mert 12. lett első versenyén, tényleg beugróként, tehát hogy nem lehetett tudni előre, hogy ő lesz itt, aztán itt van, és meg kell dicsérni az Antonelli igen. jelenében, most megdicsérem őt, mert ő nem Azért akadott alapvetően, sem. azért alapvetően nem rossz dolog Monzában debütálni, mert azért is, mert mondom, Nem? mert viszonylag egyszerű a Ja, pálya, igen. Meg gondolom ő is ismeri nincsenek, valamennyire, még hogyha lehet, hogy nem is ment tehát nem annyira. egy munkás, tehát nem egy, nem, tehát nem egy, nem egy, nem egy annyira munkás pálya. Másik pedig az, hogy azért a Williams azért általában jellemzően jól megy ilyen Gyors gyors pálya. helyszíneken, tehát Abból is 9. lett, jó. azért mondom, hogy hogy Albontól mindenképpen gyakorlatilag, hát idézőjebb elvárás volt, hogy egy ilyen Egyébként csak behúzom 14 szekundum volt köztük, ha jól látom. két pontot. Ja, Igen, úgyhogy... ezért mondom, hogy abszolút dicsérendő, főleg úgy, hogy nem is volt biztonsági autó, Ja, igen. tehát ami lerövidítette volna a távolságokat, Ja, tehát ez sosem ők is előbője egyszer kell. álltak ki, a Williamsek, Magnussen, Ricardo. Persze. Ez jó, azt nem tudom pontosan, de igen, elképzelhető. Talán látom, itt És vannak itt be. is. És akkor itt jön a másik, ez a Alonso meg kiállásos díj, hogy hány 11. kör. lett, csalódott is volt, hogy azt mondja, alig tudunk harcolni Haas-szokkal, Williams-ekkel, nem ezt vártuk. De kapott legalább egy hiper-szuper kocsit egyébként, hogy aztán... Hogyha már ellensúlyozni kell a dolgokat. De hát nem tudom, ők most teljesen a zsák utcába kerültek. Amikor már Alonso a maximummal még egy pontot nem tud elhozni, azért az gáz. Igen, De viszont jó hír, hogy pontosan. mondják, hogy nyugi egyre jobban mondják, majd is fletyka volt, hogy hamarosan aláírja Igen, állítólag. tehát most már nagyon erős jelek utalnak arra, De az a jövő autóra még nem hogy lesz New Year hatással, csak a 26-osra gondolom. érkezik, igen. De akkor is,
egy ilyen tervezető zseni, most egész érdekes, hogy majd mit fog itt alkotni ez a Stroll gárdában. Hát igen. És szerintem, Lehet, hogy meglepetés lesz. ha már Azért nem annyira nyúljakra, ezt meglepetés, említsük. hogy nyúl mindig jó autókat csinál szinte. Igen, és már három, ugye, azért olyan korszakos zseni, hogy ugye 90-es évek első felében a Williamsnél, 90, igen, Williamsnél, aztán Még utána a Sennával? McLarennél. Vagy hogy? Nem, hát Nem. akkor igen, azt mondja, akkor ott volt a Williamsnél talán, Igen. jó, de nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, akkor ott a Williamsnél, igen. Azt utána nem sok után átment a McLarenhez, akkor Megint Häkkinen, sikerek jöttek, igen. sikerei, aztán Red Bull. utána meg, hát igen, mondjuk sokáig a McLarennél volt, utána Meddig Red Bull, volt így az, van, aki igen. mi időszakig ott volt? Nem. Igen. Szerintem ott volt, igen, Ja, mert a persze, de 2005-ös, mondták. A 2005-ös McLaren, amit ilyen, hát olvastam valahol, hogy Igen. azt a Nem volt úgy Monster gyors. McLarennek keresztelte el Newey, a 2005-ös McLarent, ami az is volt, csak gyakran elromlott, ugye. Tehát az a legjobb autó volt a mezőnyben akkor, csak ugye gyakran elromlott. Igen. Nem bírtam És az a biztos, az ő... nyomást. Igen, úgyhogy azért mondom, hogy addig biztos, hogy ott volt, aztán... Tiszta jött a Red Bull korszakja. Vagy Nem, már hát előbb ott előtte ott volt. volt a Newey, szerintem már előtte ott volt a Newey, de hogy pontosan mikor azt nem tudom, de biztos, hogy előtte ott volt már. Jó, de Azért, azért egy-két kellnek, év kell, tudod, most is évek. átmegy, mert 26-osra lesz hatással, tehát... Jó. Igen. Viszont ha már Newey, akkor említsük meg, hogy a Red Bull azért, ahogy én már mondtam, azt már a szezon elején, amikor kipattant ez a Horner botrány, hogy a Red Bull szép lassan szét fog esni. Hát igen. És hát ez ebbe is Ez következik. is. De Tehát, miért? De mire emlékszem már, mire mondta? Csak a botrány miatt, vagy a nyúj hát távozása, a akkor nem tudom, botrány hogy miatt, tudható ugye, lett volna. egyrészt a botrány miatt, ugye, egyrészt meglazul maga a csapat Ja, ez egység igaz, minden igaz. Látszott, szempontból, hogy olyat. morálisan is, meg minden, és ugye szakemberek távoznak, az még ugye nem volt világos akkor, Főleg, hogy itt de elég furcsa jogi egyszerűen. dolgok voltak ám, tehát még mindig nem Igen, 100%-os tehát. ez a dolog, inkább egy lefizetős dolognak néz ki a dolog, de hát ne legyen az, de... Igen, Nem. tehát és akkor éreztem, akkor éreztem, hogy ez a teljesítmény, amit évelején nyújtottak, ezt nem fogják ám Végig. tudni fenntartani. És olyannyira nem tudták, hogy ezen a futamon konkrétan negyedik erő volt. És esélyük sem Igen. volt. Egyedül Russell, hát... Jó, de az Amikor, sérül, nem azt hiszem sérült volt a kocsit talán. azt mondom, hogy igen, hogy Russell autó sérülése miatt nyert egyetlen egy pozíciót Verstappen. De a végén már így is rajta volt 1,7-re, szóval... Azért mondom, Sérült a hogy kocsi. ha az nincs, akkor Verstappen marad ott, Simán. ahonnan rajtolt. Igen. Mert erőből esélyük nem volt előrébb jönni, tehát még a Mercedes is megverte őket. És még Perez is néha azt mondogatta, hogy hát, ha nincs a Russell meg az egyéb ügy, akkor azt mondja, akkor lehet, hogy tudtam volna Verstappent is megközelíteni. Hát viszonylag azért, fie, azért most, ne, azért most Verstappenhez képest nem mentem rosszul Perez azért, akárhogy is Nem, nézzük. bár mondjuk nagyon is edifi, de 15-6 szegre. Jó, de közben mondom, ott történtek dolgok, ja, úgyhogy nem ment olyan rosszul, igen. Azért ő harcolt Russell-el sokat, Igen, azért ezt az mondom, hogy azt kicsit mondta, hogy kivett. ez eléggé. Igen, igen, De igen, tehát egyébként azért nem mondott azért. mondta a Perez, hogy ő mindig ebben a gondban volt, most Verstappen is abban a gondban, azt mondja, ami eddig abban volt ebben az évben. Amikor ezt fordítottuk volna úgy is, hogy Hát... amikor gyenge a kocsi, akkor Perez úgy látszik, ott még el van, de azt a pluszt, amit mondjuk a kocsiból ki lehetne hozni, azt már csak a Verstappen tudja, amikor jó a kocsi. Igen, Érdekes, igen, igen. de Hát most ilyenkor ebből meg... látszik, hogy ebben a kocsiban most semmi plusz nem volt gyakorlatilag. Tehát Pedig egyenesben ez... meg a DRS-ben ők mindig jók voltak idén, tehát ez a fura, hogy... Figyelj, egyszerűen az is, hogy ők nem hoztak ilyen Monza specifikus szárnyat. Ja, hát akkor ott is benne van. Úgyhogy míg a többi csapat igen, tehát ez is benne van, és amúgy azt is olvastam valahol, hogy így annyira eltévedtek a fejlesztésekben, hogy így ilyen régebbi specifikációkat használtak Ja, igen, ilyen hát az előző, autóban. igen. Ilyen viszonylag a szezon eleje fele, tehát Hát iszonyatosan az ilyen a durva volt, amikor csapatnál Verstappen tölti. mondta, hogy rádióban, hogy tudom, hogy nem jó helyen vagyunk annyira, de azért ne aludjatok. Igen, tehát azért próbálja felrázni a csapatot ő egyértelműen, mert ez amúgy, azt kell mondjam, ez a mostani állapot, ez ezen tarthatatlan. Kíváncsi vagyok, Hát hogy ezt hogyan fogják tudni igen.
kíváncsiak vagyunk, hogy ezt megoldani, de a lényeg, hogy én szinte majdnem biztos vagyok benne, sőt, hát szinte ezerszer biztos vagyok benne, hogy annyi a... Hogy, bocs, mindjárt. Hát a csapat VB-nek biztos, hogy annyi, ezt gyakorlatilag A szerintem csapat VB-nek annyi, sőt, kevesebbet. még várjál, sőt, még az is, mert az, szerintem a Fere is meg fogjuk előzni, tehát Igen, akartam harmadikak mondani, lesznek a még csapat akár az is VB-n. lehet, sőt, ugye most már Hát... felrebbentek a hírek, hogy akár, de majd mindjárt visszatérünk kicsit később, akár még az egy, a pilóta VB-n is akár fordulat lehet. Figyelj, a pilóta VB, erről, na, erről most akarok, De majd térjünk beszélünk már ki egy arról. kicsit. Igen, majd Ugye, a térjünk már izénál, ki majd egy a Norrisnál, még a Russellről. Nagy, az ő hibája volt ott az elején, azt gondolod, vagy nem volt hely, mert ugye ott olyan keszekúsz a harc volt az elején, hogy Ugye ez ilyen szerencsétlen egyrészt ugye egybeesés. nagyon speciális a monzai az első kanyar, mert ugye egy nagy sebességről fékeznek egy nagyon lassú kanyarba. Tehát, és azért itt mindig előfordul a rajtoknál, hogy feltorlódnak, és elég egy egészen picit később fékezel, akkor már ez van. És Igen. muszáj volt neki ezt úgymond megtennie, akkor, mert akkor felülhetett volna az előtte lévő McLaren-t. Tehát ez előfordul, ez abszolút benne van. Hát kicsit Ez az ő ez, ez, hibája is ez. volt, meg ugye a helyzeté, hogy éppen ott ugye Pontosan, rossz igen, szerintem tudás ez volt. igen, úgy, ahogy mondod, ez igaz, a versenyszituáció volt, igen, hogy ő is benézett kicsit, de azért igen, az a helyzet ez volt. Na. Úgyhogy igen. De a Hamilton ugye de ötödik a lett, ő jobb volt azért a hétvégén szerinted, mint a Russell. Nehéz dolog. konstansabb volt talán, én azt mondom, konstansabb volt valamennyivel. Szerintem a versenytempója talán egy picit jobb volt egy hajszányival, mint Russellnek, de egyszerűen ebben az autóban ez volt a maximum, tehát esélye nem lett volna előrébb végezni Hamiltonnak, akkor se, ha jobb helyről rajta, én azt mondom, mert a Ferrari-k erősebbek voltak náluk egyértelműen. Még Russell azt mondta, hogy ha nincs ugye ez a dolog, akkor lehet, hogy a dobogóért is harcolhatott volna, mert elég Kizárt, gyors. nem, kizárt. Én ezt Hát szerintem nem. kizártnak tartom, Mercedesben nem volt. A Mercedes harmadik erő Harmadik volt, erő volt, nem igen. volt bennük. Nem volt bennük több. Igen. Emlékszel erre azért kerékcserék után volt, hogy egyszer volt, hogy Hamilton megközelítette Sainzot, és végül nem tudott vele menni, leszakadt róla. Tehát ő. Úgyhogy Hát most annak ellenére, hogy nem. milyen Rász. volt néha a gumikezelésük, a futamon itt most nem érződött. Nem, hát ez Ezt nem, hát ez az idei Mercedes, ez egyszerűen ki felejtős. is Volt egy lehetett. fellángolás, ugye, az nyári szünet előtt, Igen. ahol megnyertek négy versenyből hármat, de azt mondom, Vagy hogy lehet, hogy itt nagyon jó talán beállításokat találtak, vagy nem tudom. igen, tehát szerintem akkor fejlesztettek egy kiiktattak egy hibájukat, de Csak közben hát a többiek is riválisok, ugye. fejlesztettek. Hát igen, egyrészt sokan, igenis, a Ferrari meg a McLaren Előrébb egyértelműen jobban fejlesztett, mint ők, tehát. főleg a Ferrari az utóbbi mostani futamra, meg előtte is egy vagy kettővel is fejlesztettek, akkor McLaren is, de most ezzel sőt mondta McLaren, hogy még fognak még egy-kétszer fejleszteni a hátralévő Igen, egyszerűen nem, futamokra. igen, nem, a McLaren se alhat el, mert ugye a Nem. Ferrari nagy, Jó jön. Ferrari nagyon ott van, és akkor én És szerintem térjünk elvehetetődik már akár a végig. pontokat, ugye bár. Igen, A igen, igen, igen. harcban. Igen. Hát én azt mondom, hogy térjünk el arra a csapatra, amely szerintem legrosszabbul taktikázó egyik, annyi, mintha direkt, komolyan mondom, most ez szubjektív lesz, de mintha direkt arra játszanának, hogy hogy lehetne elbukni a VB-t, hogy lehetne nem Igen. megnyerni. Igen. Egy győztes kocsival. Igen. Pontosan ez, A rajtok majdnem. is rosszak, ami nem hiszem, hogy csak a Norris hibája, hát régen is volt, itt valami kocsival is van valami, Nem, tehát. most nem volt rossz a rajt, Jó, mondjuk, most de nem, most figyelj, nem. az van, hogy ez a csapat, ez a McLaren csapat, most az a baj, hogy amúgy minden adott szinte, van egy nagyon jó autójuk, van egy fantasztikus pilóta párosuk, Igen. de valahogy nincsenek összehangolva a dolgok, nincs jó taktika, mintha nem is tudom, mintha csak úgy ízlelgetnék a dolgokat, hogy jé, majd nyerhetünk. Mint egy Hát kisgyerek, hogy majd ott vagyunk a siker pontosan igen. kapujában, talán lehet Hát így valami. vagyunk, hát de igen, azért be is kéne rúgni azt a Igen. labdát már meg. Nem csak Igen, rácsodálkozni, hogy és ez a baj, jöjjön. hogy
És ez a baj, hogy ezért van, hogy dörzsöltebb csapatok tudjának az eszükön. Például Silverstone-ban a Mercedes etette meg őket. Igen, most oda fogom. Teljesen más szitu volt, de a lényeg, hogy az is egy nyerhető futam lett volna nekik, de a Mercedes, amely azért hiába gyengékedik, azért taktikázás terén még mindig ugye elég dörzsöltek, és tudják, hogy kell futamot, bajnokságot nyerni. Lehet, hogy azért, mert McLaren nincsen ilyen tapasztalata, ugye most A jöttek ide McLaren elő. egyszerűen nincsen, egyrészt nincsen tapasztalata, igaz, oké, hogy nincsen És nem tapasztalata, mernek de azért már... kockázni szerintem most még, mielőtt ez az első. Hogyha mondjuk lenne már 5 címük egymás után, lehet, hogy jobban Igen, kockáztatnak. de viszont most a Ferrari, pont a Ferrari mutatta meg azt, hogyha nem mersz, akkor nem is fogsz Jó, nyerni. de mondták, hogy Tehát... jó helyzet volt, legrosszabb esetben a harmadik lehetett volna. Tehát. És ugye Igen. előkelő helyzetbe került, nem jó helyzetből ment vissza, hanem fordítva. Tehát. Vagy egy rossz Igen. helyzetből került előkelőbe, és onnantól már Max harmadikra esett volna vissza. Tehát érted, ezt mondták. Igen, úgyhogy azt kell mondjam, hogy most a Ferrari-t, most ellentétes, a Ferrari-t minden dicséret megérdemel, Ferrari-t minden dicséretet megérdemel a taktikája miatt, meg persze Leclerc is, viszont ellentétben a McLaren, meg gyakorlatilag majdnem azt mondom, hogy minden Legalább a fidalmat megér. Piastrival megtehették volna, még beszéltek is fel a rádión, hogy kint hagyják, és akkor Norris Igen, meg maradt benne az élő. Amúgy is a Norris az rosszul oké, rajt, az vagy jó rajtó, de előzte a Piastrit, tehát valószínűleg nem lett azt volna elő. Igen, azt mondom, hogy az, azt mondom, hogy abroncskezelésben lehet, hogy halvány fokozattal jobb volt most a Ferrari, mint a McLaren, ez igaz, Igen. De nyers de teljesítményben egészen, nem, az látszott. igen, ezért mondom, Visszakó utcányt. biztosok benne, hogy ha Piastrit kint hagyták volna, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó esélyű lett volna megnyerni a versenyt. Ezt kellett volna tenni. Az igaz, hogy most valahogy rejtélyes okok miatt Norris nem kezelte olyan jó az abroncsokat, meg el is fékezett egyet, és emiatt féltek, és ezért rendelték be őt Megmondta is, hogy nem másodszorra. érti, hogy nem működik a, igen, Igen, a igen, igen. abroncs. Azt még talán valami meg lehet érteni tényleg, de azt, hogy Piastrit mégis Azt én sem mi a értem. francnak, mi a bubánatos francnak hívták be Hát talán csak másodszorra azért, mert is. ugye azt mondta, kérdezték a rádión, és akkor azt mondta, hogy hát szerintem már néznek ki Azt a... mondta, igen, de egyrészt nem, egyrészt én úgy gondolom, hogy ez az olasz pálya annyira nem kíméletlen az abroncsokhoz, mint mondjuk a Az igaz. spanyol, vagy Akár a akármelyik. Baku nem volt, Más. hogy változatosabbat szerintem. Igen, úgyhogy azért mondom, hogy ezt elrontotta meg egyértelműen. Hiába mondják sokan, hogy indokolt volt. Na, én azt mondom, Persze, hogy nem. hogyha Tehát kapott volna egy defektet, akkor rosszabb lett volna a helyzet, szóval ja, de... igen, rosszul lett volna, de azért a néző azért nem hiszem, hogy ez megtörtént volna, én teljesen biztos vagyok. A másik meg az, hogy legrosszabb esetben meg utolér a végén lökverést, és esetleg megelőzi, de és akkor második lesz, úgy mint most. Most, Tehát, és a másik meg az, hogy pozíciót nem adsz fel a formai, mert tehát azért Piastri maga biztosan vezette a futamot 5-6 másodperccel Igen, csak Leclerc azt gondolták, előtt. hogy az öröknek is kimegy, bár akkor már lehetett látni, Azt hogy nem gondolták, biztos igen, őket. persze azt gondolták, aztán Ferrari jól átvágta őket. Tehát Meg ugye a löket az olasz nagy díj maga, ugye a tifózi is szerintem ott volt a lökrákek mögött, hogy nem baj, megpróbáljuk, lesz, ami lesz. Ha nyerünk, igen, akkor megőrül a tifózi. pontosan az történt, amit mondasz, hogy lesz, ami lesz, ők megpróbálják, és be is jött, és egyáltalán nem volt a végig, hogy mondjam, az abroncs annyira kizsigerelve Leclercen, mert azért nagyon jól tudta tartani azt a konstans, gyors tempót, tehát én figyeltem, hogy alig tudtak hozzá közelni a Igen. McLarennek, tehát A végén azért így már azért közeledtek, de végig, de addig, azért addig igen. ott azért már Leclerc is belespórolt a Biztos. végén, mikor látta, hogy úgyse érik utol, azért van ez számítógép az ő agyában is, hogy mennyit szabad Gondolom spórolni szólnak ahhoz, is hogy még neki. ne, igen, meg hogy ne érjék utol, tehát ő tudja ő, ám, tehát azért mert belespórolt a végén már annyit, hogy biztosan kibírják az abroncsok. És én azt gondolom, hogy ez Piászi ugyanígy megtehette volna. És egyébként, ha már erről van szó, most ugye arról beszél, hogy mindenki már Wolftól kezdve, mindenki, meg a McLaren, mindenki, hogy úgy néz ki, hogy akkor végre eldöntik, hogy legyen csapatutasítás. De hát ugye már elvettek, ugye Magyarországon, vagy hol volt? Magyar...
Ott igen, Magyarországon volt, igen, mivel 7 Hungaroringen volt, pontot a igen. Norris-tól, most mondjuk részben Norris hibájában belül is 10-et állítólag, akkor a múltkor nem is tudom melyik két-három verseny, az megint egy pár pont elment, tehát összeadod ilyen 20 pont legalább, az már lehetne pluszban, de Több hát is van az már szerintem, de ebben lehet 25 is. Egy összességében minden versenyi, benne van. ezért az... Tehát azért, azért ebbe azért Norris hibá is benne vannak Igen, csak a így csapatban részben. is. Mert például gondolj, például ott van például a belga futam, ott Jó, is Piastri tudom. második, Norris azt hiszem negyedik lett. Igen. Ha jól emlékszem. És ugye akkor nem tudta hozni azt a, akkor nem tudta vagy hozni azt a teljesítményt, De amúgy mert azon a pályán nem elrontotta a is voltak rajtot olyan ott is. erősek, azt mondták is előre, hogy valószínűleg nem szoktak olyan jók Nem voltak lenni. erősek, de azért ott is azért az első helyekért harcban voltak azért. Igen. A lehetőség volt, csak nem volt az a Úgyhogy nagy előny, mint mondjuk múltkor, igen, de ott volt az, mondjuk hogy már most. ott volt az valahogy, hogy valószínűleg a négy nagy csapat egészen azonos tempót képviselt azon a futamon, azért volt kuriózum a belga nagydíj Igen. alapvetően. Úgyhogy szerintem Norris, mert rengeteg, szerintem akár 30-40 pontot is akár összességében eldobhatott, Ez aztán ha mindenképpen a jól. fele lenne majdnem annak, ami most van. Ez. Pontosan, úgyhogy Nem. azért mondom, és amúgy a McLarennek már vezetnie kéne a Ja, hát konstruktőrök már között, rég már egy, már, van. úgyhogy, Még már úgyhogy most is ha már gyakorlatilag itt majdnem tartunk. vezetik. De hát rég Úgyhogy már igen, rég. hát majdnem jó 8 pont a semmi, igen, de Az akkor is semmi. azért, akkor is visszatérve az olasz nagydíjra, ez a futam szerintem nyerhető lett volna a McLarennek. Ez a Persze, futam simán. Hát is ezt nem is nyerhet. mondták, hogy mi csak mi veszettük itt el, és vesztettünk, mondta a piaszi, hogy Igen, nagyon nyerhető szomorú lett volt volna is. látni. Igen. És egyszerűen azt kell mondani, amit nagyon őrülten hiányok a McLarenből, most kicsit kitérve a taktikára is, hogy egyrészt nincs meg bennük, nem az, hogy a dörzsöltség, meg a tapasztalat, Előrelátás, vagy de egy kis merészség. merészség, amit azért láthattuk hosszú éveket hosszú évek át a Mercedesnél. A Mercedes például hányszor etette meg a Ferrarit Hamilton korszakában, hogy esetleg gyengébb autóval is győzelmet arattak, meg annak a Red Bull is megtette ezt. Tehát elképesztő, és általában 80-90%-ban be is jött nekik a merész taktika. Tehát nem mondhatni, hogy vaktában lövöldöztek. Viszont még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú tanulási folyamat áll a McLaren előtt, csapat szinten, hogy ezt valahogy elsajátítsák. És azt mondom, hogy most a Ferrari, ami az elmúlt években ugyanilyen buta hibákat vétett, mint most a McLaren, most kezdi levetkőzni ezt a hibázási hajlamot, és azért úgy látszik, hogy jó irányba tereli a Ferrari szekerét ezen a téren is, mert egész jó taktikai húzásai vannak azért, amik be is jönnek sokszor. Hát igen, ilyen És dörzsöltebb a fiatal. azt kell mondjam, hogy ha most a Ferrari még tovább fejleszt, és esetleg pariban lesznek így erő szempontjából McLarennel, akkor esélyes, hogy akár a Ferrari is megnyerheti a csapat VB-t. Mert Hát akár, de... figyelj, 31, 30, nem, hogy van, 34, hogy is van, várjál csak. Várj, 39, nem, 31. 31 pontra vannak mindössze a McLarentől. Hát 39 igen, pontra a azért Red bármi lehet. Bulltól. Ez 8 futam alatt, ez simán hozható, Főleg, hogy van és három vagy négy, ez sprint futam, azt se felejtjük. sprint futam, azok is lesznek, igen. Tehát azért mondom, hogy úgy, hogy ezt mondjuk van három sprint, az azt jelenti, hogy az gyakorlatilag egy futamnak számít, így a pontszámok szempontjából, akkor hát Hát ha figyelj, összeadod, egyszerűen aha. összeadjuk, Ha összeadod a persze. hármat, akkor durván egy futam, aha. Hát azért mondom, igen, ezt mondom, igen. Tehát Úgyhogy, akkor mondjuk csak úgyhogy 9 futam lenne, mert számolhatunk úgy gyakorlatilag. majdhogy nem, igen, Mai gyakorlatilag, pontügyilag. igen. Így van. És ez simán ledolgozható, ez a 39 pontos hátrány a Red Ó, Bull-al hát az szemben, persze. ez simán egyetlen futam alatt ledolgozható akár. Főleg, ha tovább erősödnek. Igen, és a Red Bull továbbra gyengékedik, Mondjuk a itt McLaren. visszaesik 8-10. Helyekre, mert ugye ott meg a Mercedes is még jobb lesz egy kicsit is akkor, igen.
És akkor ezáltal Norris is simán nyerhet akár még, hogyha én 10 pontokat Hát hoztam. figyelj, 9 után elmondom, hogy 61 pont. elvileg nyerhet, csak hát figyelj, ott van egyrészt Piastri, ott vannak egyrészt a Ferrarik, Igen. úgyhogy, sőt, akár szélsőséges esetben is a Mercedes talán még akár, de az tényleg szélsőséges eset. Másrészt meg hát ugye ezek meg a a... hibák lehetősége. Igen. Igen, hibák lehetősége, és ez a konzervatív taktikák, ezek Hát amikkel bebetonozzák magukat a rossz helyekre is, de azt mondanák, hogy tessék, itt egy győzelem a Ferrari-nak, átadjuk nektek, mi nem akarunk világbajnokok És lenni. van hányszor rajtott első helyről Norris, aztán hányszor nem, végül nem volt végig, tehát ugye idén. Igen. Úgyhogy ez, itt nagyon-nagyon komoly feladatok válnak még a A McLarenre, ha piac is egyáltalán nagyon ők... akarja szerintem elengedni. Most már Norris is azt mondja, hogy ő nem akarja ezt, hogy így csak úgy elengedjék, de a csapat meg most tolná, hogy azért legyen megbeszélés, szóval is érdekes, hogy mi fejlődik ki majd. Bár most ő van Hát előnyben, igen. mert adott már Piastrinak egyet, tehát egy ajándékgyőzelmet, idézőjebb ajándék, mondjuk ott Piastri se volt rossz, Hát de igen, az abszolút ajándék azt győzelem volt, mondom, hogy azt lehet, hogy tényleg akkor én... visszaad belőle majd És valamennyit. az a baj, hogy nem tudhatjuk, hogy amúgy csapaton belül milyen megállapodások, milyen szerződések, meg ilyenek Papaja, vannak, mi ezt volt nem papaja tudhatjuk, szabályok? de hát igen, a papa azt mondja, hogy Piastrinak elég erősek a pozíciói, ugye, az ő menedzsere Mark Webber, ugye, Ja, nem azt nem tudom, emlékszem, tudta, de aki ugye hát elég erősen képviseli az ő érdekeit, mármint Piastri érdekeit, nagyon erősen képviseli, de azért csak visszatérve én őszintén szóval csalódtam, eléggé csalódtam Norrisban, hogy a Hungaroringen elengedte Piastrit, nem mintha nem örültem volna a Piastri győzelmének, mert egyértelműen örültem, de azért egy igazi bajnok, el tudtad volna, még most azt el tudtad volna képzelni Alonsoról, Hamiltonról, Schumacherről, hogy ilyen szitúban elengedje a csapattársát, Kimi ugye ezt nem? simán engedte, róla tudom képzelni, de ja. Hát talán ő, hát... Bár ő is mindig azt nyilatkozta neki, csak a győzelem az igazi érzés, vagy a... Persze, szerintem még Kimi is engedte volna el, igen, így van. Hát elengedte mondjuk a Masszát, ha jól emlékszem. Jó, akkor, amikor Jó, már, hát amikor persze, már akkor Massa, már. az a más szitu volt, Sumiról nehezen amikor tudom neki... elképzelni, az fordítva volt, ugye. Igen, tehát azt mondom, hogy nem, tehát Alonsoról se ilyet egy tudom, bajnok... Hamiltonról se tudom elképzelni. Persze, hogy nem. Verstappenről meg hát még Hát beszéljünk. aztán, na Verstappen, persze, aztán ő, ja. Úgyhogy Akkor azért se mondom, hogy engedné igazi el, hogyha bajnok... attól függne az utolsó futamon. Szerintem. Szóval igen, ő szerintem akkor se engedné, ha mondjuk konkrétan két keréken menne, vagy nem tudom. Ja, Ő akkor se lehet, engedné el senkit. lehet. Tehát ilyen fizikai fájdalma lenne Max, tőle, ugye? úgyhogy... Ja, hát Ja. igen. Szóval azért mondom, hogy a McLaren még óriási feladat vár, hogy most ebből a szempontból látszik, hogy nagyon nem minden egy kiváló autó. Tehát hiába van a kezedben valószínűleg az elmúlt futamok alapján a legjobb autó, mert azért a legjobb autó volt tempó szempontjából itt Monzában is a McLaren, de az, ha van egy dörzsölt és csak egy kicsivel lassabb riválisod, Igen, mint a Ferrari. akkor igen, mint Igen, most a sajnos. Ferrari, akkor egy nagyon-nagyon jó taktikával tudsz csak nyerni, és ezt egyszerűen elrontották, kész. Belézték. Benézték, elrontották, túl konzervatívak voltak, túl óvatosak voltak, egyszerűen, és másik meg az, hogy ha van két autód az élen, akkor is egy szabály a Forma 1-ben, hogy az egyiken meg kell próbálnod nyerni. Igen. Legalább az Meg hogy egyiken. általában ilyenkor megfelezik a taktikát is, ugye? Vagy Igen, eltolatott, vagy egy használtad, kiálláskor, hogy sem. igen, mert azt látod, hogy hát ezen a hétvégén, ezen a vasárnap Norris küzdött az abroncsokkal jobban, mint Piastri. Igen. Akkor az lett volna helyes taktika, hogy akkor szétválasztod őket taktikailag. Hogy akkor jó, Norris akkor rosszabbul nem Norris járt volna álljon át. itt se, úgyse, tehát ez Persze, látszik. hogy nem. Norris átáll kettőre, Piastrit meghagyták volna ki, hogy próbálja megnyerni a futamot. Ha meg És nem nagyon nem harcol a sikerült volna VB megnyerni. címérse, hogyha meg most, mit tudom én, pár ponttal kevesebb volna, na, akkor nem 8, hanem 10, Persze, 10 erről van hátrány, szó most. 10 hátrány van, most azt a szegled okozzák, tehát így. Persze, tehát és az éről igen. Tehát ez egyszerűen nagyon, 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 hát
Sokan azt mondják, hogy indokolt volt meg jó Aztán ebbé döntést a tanultak McLaren. remélhetőleg, de majd meglátjuk. Figyelj, szerintem nem. Azt Vagy kell mondjam, hogy nem, mert ragaszkodnak a annyiszor követ... biztonsághoz, mert ugye annyira le vannak mi maradva, hogy nem mennek annyit sok kockázni, nehogy jaj, akkor még hátrébb esik valamelyik, és mondjuk most mondanám, hogy vissza kellett volna. De na, szóval nem tudom, ez lehet még benne. Vagy attól tartanak, hogy nehéz lehet megszerezni a csapat, mert ugye akkor Piastrit is figyelni kell, de hát a csapat VB szerintem így is úgy, ha most hátra esett valamit a hatodik helyre Piastrit, akkor is meg lesz még az a VB, tehát így. Nem értem én ezt, hogy... Ácsi szerintem meg az, hogy én azt mondom, hogy a Piastri szerintem akkor is a negyedik helyen nem végzett volna Most hátrébb, csak mondtam. mert szerintem a negyedik helyen, mert a Mercedes és a Red Bull annyival gyengébb volt most, mint a Ferrari meg a McLaren, hogy én azt mondom, hogy meg lehet, hogy akkor is mehet volna a negyedik hely neki, ha nem tudom, mi történik vele. Valószínűleg, ja. De Vagy és legrosszabb esetben akkor az ötödik kerékcsere. hely, ha Sainz meg tudja előzni, de... Hát igen, tehát Bár nem, ugye azon a nem ez. taktikán voltak, úgyhogy nem, ja, valószínűleg negyedik lett volna, igen. Hát ez van. Ez De van, mondom, ez ugye egy saját mind. döntése is, mert megkérdezték a rádióban, és azt mondta, hogy hát nem érzi a jónak a gumikat. Az is Azt volt, mondja, hogy hogy ne, azt ideges mondja, hát nem magára. biztos. Ilyen bizonytalan volt, igen, ne, hát nem biztos, de akkor Az is. is volt ideges a végén, mert tudja, ő is benne volt a döntésbe. Ezek közösen Akkor is döntöttek. azért, szerintem a Piastri féle csapatnak, a Piastri féle csapatnak nem lett volna más dolga, mint hogy nagyon szorosan figyelme követni Leclerc-t. Ez lett volna az egyetlen feladatuk, és ha Leclerc jön a boxba másodszorra, akkor egy körrel később Piastri is behozni, és simán elé tudják visszahozni. Volt 5-6 másodperc előnye. Igen, ezt elcseszték. Ezt igen, és mondom is, ezzel amúgy nem a Ferrari érdemeit akarom kisebbíteni, mert a Ferrari egyrészt azt mondom, hogy nekik ez volt az egyetlen lehetőség, hogy alternatív taktikával próbálkozzanak, ami bejött, másik pedig az, hogy Leclerc is nagyon jól kezelte az abroncsokat. Tehát ezért minden dicséretet megérdemel Leclerc is, meg a Ferrari csapata is. De ezt a versenyt azt mondom, hogy a McLaren, tehát azt mondom, hogy nagyjából, most ha százalékosítani kell, nagyjából Hát McLaren 50%, vesztette hát el gyakorlatilag. ezt inkább a McLaren vesztette el, mondjuk 60%-ban, és 40%-ban a Ferrari nyerte meg. Mert azért nem volt nagy különbség tempóban a Ferrari és a McLaren között, azért csak egy Annyira nagy kicsivel, csak egy nem, hajszál annyira volt nem. jobb És amik az a elsők kicsit jobbak McLaren. is voltak, igen. Igen. És mit gondolsz Úgyhogy ez. Bakuban, mi lehet akkor? Az megint egy kicsit Hát más, de... az is egy érdekes helyszín, ugye, mert van a leghosszabb egyenes padlógázas szakasz, meg Tehát ilyen azért. szempontból azok a részek, amelyek a Ferrari megint jó lesz, hogy most jó volt, de viszont lesznek a részei, ahol meg valószínűleg nem, tehát... Lehet, hogy a Mercedes egy Hát kicsit azért sok jobb lesz, kanyargós szakasz szerintem. is van. Hát figyelj, én azt mondom, hogy A Meki én azt azt szerintem jó mondom, lesz. hogy én azt McLaren. mondom, hogy szerintem ez a két csapat elvileg papírforma szerint jónak kell lennie mind a kettőnek, mert azért most figyelj, most csak egy Ha jön pillantás McLaren, vessünk Ferrari? már, figyelj, igen, a Ferrari-nek és a McLarenre gondolok, de vessünk már egy pillantás azért azt mondom, hogy azt mondom, hogy Monakóra, ami hát valamennyire ellenpólusa ugye az olasz nagydíjnak, és ott is ez a két csapat dominált, ha jól meg, jól, ha visszaemlékszel. Jó, de ez a pálya a kettő között van, szóval, sőt. Ne, hát igen, csak azt mondom, hogy mindenből van benne. Tehát Igen. szerintem itt a Ferrari biztos, hogy jó És a Red lesz. Bull továbbra is rossz Szerintem, lesz, az itt a nagy kulcskérdés még, hogy... hát figyelj, ez az autó, én nem tudom, Most ez van most két hetük nagyon javítgatni, hát nem tudom, hogy... pusztulat volt. Hát figyelj, én olyan sokat nem várok tőlük, de ennél csak jobbak lehetnek, én azt mondom. Lehet, hogy egy két hét Mercedes előre meg egy jobbak. sötét ló most nekem. Nem a Ferrari. Ja, hát igen. Hát igen, az más. Ja. Ja, azért mondom, hogy Ez most feketébe ja. voltak egyébként. Ez a ruha. Hát igen, mindig ilyen. Az olasz nagydíjon tavaly meg sárgában, ha jól emlékszel, vagy ez tavaly Azt előtt volt, hiszem. nem tudom már, de volt a sárgában Igen, is. igen. Ez tavaly előtt volt, igen. Úgyhogy, ja. Amikor ott még az eső volt, nem nagyon szokott lenni Bakuba, úgyhogy valószínűleg az Hát nem nem, veszélyes biztos, hogy nem tényleg. lesz az.
Megnéztem egyszer, hogy annak Viszont nagyon-nagyon száraz az káoszú tavaly éghajlata. nem egyszer volt, szóval ez is izgalmakat hozhat, mert ez egy Igen, félig ilyen igen, Monaco a falakkal ott meg. van esély roncsderbire, mondjuk az igaz, ott van esély roncsderbire is, de én Akár azt ki is mondom, hogy esett a azért ott... Verstappen, és már örülhet is Norris, de hát nem biztos, ez nem lehet is tudni. Igen, Figyelj, ez vagy a VB fordítva. játszma, ez egyszerűen figyelj, ez a VB játszma, ez azt mondom, hogy ez már több, ez már nagyon sok szereplős, én azt mondom, ez nagyon sok Hát a szereplős, csapat média az konstruktőr, igen. figyelj, és most meglepő, amit fogok mondani, de szerintem csapat VB szinten a Ferrari és a McLaren fog egymással Azt küzdeni szerintem nem meglepő, igen. a konstruktőri címért, ez egyéni címért, meg azt mondom, hogy Leclerc is esélyes. Hát nem, Tehát mennyire van maradó? 80-ra? 24 pontra van, 24 pontra van, azt hiszem Norris-tól. Az már Ezt add sok. össze 62-vel, az Verstappen. 86 pontra van Azaz Verstappentől, ki kéne úgyhogy esni szerintem még a ő. Verstappennek egyszerre valahogy, de lehet, hogy kétszer is, hogy azt mondja Igen, meg. de azt mondom, hogy én azt mondom, hogy azért még Leclerc is Mondjuk mindenki esélyes az sebetűben egyéni. kapkodt. Mondjuk most már majdnem mindenki, most már mindent kicseréltek megint, Igen, de... úgyhogy az egyéni ez egyéni VB-nél még mindig Verstappenre tenném a garast, de azért elképzelhető még szélséges esetben, mondom, hogy akár Norris vagy akár Leclerc még megnyerheti, viszont csapat szinten a Red Bull-on már Hát nem számolok. az a mai se. Tehát a csapat szinten az is, hogy a Red Bull az szépen harmadik helyezett lesz, Igen, az tehát simán szerintem. simán, tehát és Akár. a A és ezt Ferrari és ezt a javulásának hosszától függ, de nem tudom. Ferrari és a McLaren fogja lejátszani egymással a csapat VB elsőséget, én azt mondom. Hát ilyen. Meg nem csak amiatt, mert ott két jó pilóta van mind a kettő, aki hozza szépen a Hát pontot. igen. Perez meg nagyon Igen, megbízhatatlan. mondjuk Már ez. lehet, hogy a mexikói nagy díjon majd persze villant valamit, de ennyi. Igen, hát igen, de ez a Red Bull, ez szerintem Igen, minden ez... szempontból rossz most így nekik. Rossz a Hát a csapatlép, dobogóra nem voltak esélyesekkel. vezető szakemberek hagyták el a csapatot. Ja, tényleg is eljut eszembe, mi a véleményed az elhagyás után, hogy a érkezéssel Jack Doohan, mi a vélemény? Felvették ki az Alpinhoz, Figyelj, ami nekem én így meglepődtem, de elsősorban nekem, én persze örülök neki, de azt kell mondjam, hogy azért nem mondok véleményt így elsőnek, mert rengetegszer láthattuk azt, hogy a Forma 1 az mennyivel más kategória, mint igen. ezek az alsóbbak, mert rengetegszer volt valaki nagyon jó szerepet az F2-ben, Igen, aztán Leclerc itt meg teljesített, egyáltalán igen. nem, Igen. és folytatjára is volt eset bőven. Én még nem, ő is fiatal, nem? 19 né? Nem tudom. Persze, fiatal, úgyhogy Hát azért én mondom, még hogy vártam volna egy évet, de hát... Vagy a Lawson-t raktam oda, amit mindenki mondott, vagy a... Hogy hívják ott amiket, mert azoknak van tapasztalata. Aztán a szarul mennek, úgyis kirúgják őket egy éven belül. És a, nem mivel tudom, még azért, hogy fiatal, fölvehetik jövőre, vagy azután, vagy 26-tól, amikor változnak a szabályok. Tehát nem igazán értem, de persze, ha jó fog menni, semmi gond. A Colapinto bizonyított, az Antonelli egyére számomra nem annyira bizonyított, de az látszik, hogy valószínűleg gyors is tud lenni, csak ha sokat hibázik, az nem sokat ér, ugye? De meglátjuk, mert a Rissz is volt, hogy álltak, gyors volt, mit tudom korábban is, aztán látod, mi az jó, már jó, de a idős volt. Dövid az már öreg volt, Jó, idézőjelben, hát figyelj, öreg, mennyi? 26, 28 évesen 27. debütálni a Forma 1-be az már Az igaz, abszurd. mondjuk igazad van, a 28. Jó, ez nem az öregnek, de ja, az már késői, inkább így Az már fogalmaznék. nagyon késő volt, figyelj, az már nem véletlenül, hogy nem kapott előbb lehetőséget, még akkor is, ha ez pénzkérdés, meg Na hát igen, stb. ugye azt mondják, Egyszerűen. hogy azért vették csak fel a Dohánt, mert másfél milliót kaptak, vagy nem tudom mennyi, mondták, nem tudom, hallottad, de... Ja. Vagy a Williams-nél mondták, akkor a Pintóra már nem tudom, most valamelyikre mondták, hogy sokan, hogy jó, csak azért, de mindesetre a Colapintóhoz bizonyított. Én is tartottam tőle is, mert ő is 18, Meglátjuk majd. 19, valami. Igen, meglátjuk. Hát Sargenti nem lesz rosszabb, ez Hát biztos. annál mindenki jobb szerintem, a Strollt kivéve. Jó, hát ne bánts már, azért szerintem annyira nem volt, Bár lehet, hogy a jó, nem volt annál annyira jobb rossz. azért, na. Annál azért vannak néha Igen, meglepetéseim, de... azért például most De Vrieshez összehasonlítva, például szerintem Ja, ez Sargent persze összességében sokkal. szerintem jobb volt, mint De Ja, hát Vries, a de De hát Vriesnél hagyjuk. az is jobb volt, igen, ez nagyon nagy csalódás volt, igen. Igen. A durva, hogy mostában egyik így megszaporodott ez a kirúgjuk a szezon közben az embereket típus, lehet Perez is meglenyintette a szélja, de végül még megmaradt. Azóta kicsit javult is amúgy, való igaz. De ezt mondom, hogy amúgy igen, tehát ez a Red Bull, ez katasztrófa. Hát,
Mindig nem baj, én örülök neki, mert izgalmasabb most. Hát nem tudom, de az a baj, hogy figyelj, annyira, valahogy annyira hirtelen indultak meg most lefelé a lejtőn, hogy nem tudom, hogy ebből hogyan De fognak elindulva. kikecmeregni, Azt mondja, be is és azért. smózingolták az FIA-nál, most nem tudom, hogy ők vagy a Ferrari, a Mercedes, meg a McLaren, hogy a szárnyakat Ja igen, erre azt rezegnek, meg akartam, mit tudom. erre majdnem mondtam egy csúnyát különben a Ferrarival kapcsolatban, hogy még, De nem, azt mondta a hogy fia, hogy semmi nem nekem nyugodt, nincsen nyugodt, nincs. Semmi nem elég nekik, most kaptak egy, hát idéző, nem kaptak, hanem megharcolták életet, de most győztek, és még az sem elég nekik, jó, hát Hát, hogy ez láttam erről magad szól a a, lehetőséget, hogy na, hú, most ennyi, akkor most gyorsan. erről szól a Forma 1 igazából, hogy a csapatok bemúszerolják egymást, ez egyet, erről szól a Forma 1, tehát Szóval akkor ugyanúgy hogy elég, hogy része. csinálnak most majd olyan szállat, de hát most már ezzel nem fognak foglalkozni, szerintem 8 utammal a híg előtt. Vagy vegyük úgy 9-szer, hogyha pontokat nézzük, igen, tehát, ja. De hát, ez van. Na hát köszönöm, Tudod, a akkor csapatok utatik beszélgethettünk, egymást, és ahogy tudják, ez akkor természetes. hát meglátjuk, hogy mi lesz a következő futamban jövő héten. Baku, az izgalmas és roncsderbi futamok is váltakoznak azon a helyen, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz majd. De biztos Jó izgalmas lesz. szurkolást továbbra is! Igen. Köszönjük, hogy velünk voltatok, köszönjük Petinek a részvételt, sziasztok! Sziasztok!